kórházból lopott a biztonsági őr. Lakásmafia harmadik rész. Lövöldözésbe torkoló vita. Elfogták a moszkvatéri kéregető gyilkosát. Lövöldözésbe torkoló vita. 10 lövés dördült az éjszakában, pedig állítása szerint S. Attila csak 2 üveg pezsgő árát akarta tisztázni. A BTK 166. paragrafus egybekezdésbe ütköző és minősülő emberölés büntette, és a BTK 166. paragrafus egybekezdésbe ütköző és minősülő emberölés büntette kísérlet alapos gyanúja miatt folytatunk eljárást S. Attila budapesti lakos ellen. S. Attila alaposan gyanúsítható azzal, hogy 2001. január 6-án hajnalban, 2 óra 30 perc körüli időben Budapesten a 16. kerületben a Pósolajos utca és a Gordonka utca környékén önvédelmi fegyverével több lövést adott le 2 sértetre, akik közül az egyik kórházba szállítás közben meghalt, a másik sértettet jelen pillanatban is súlyos életveszélyes sérülésekkel ápolják. A gyanúsított állítása szerint az egész dolog kiváltója az volt, hogy mivel ő szálloda tulajdonos, olasz vendégek voltak nála, és az olasz vendégek átmentek az ő szállodájától nem messze lévő szórakozóhelyre egy picit lazítani. Hazamentek és panaszkodtak, hogy egy kicsit borsosan fogott a másik szórakozóhelyen a toll. S. Attila átment a másik szórakozóhelyre, és hát egy kicsit számon kérte az ottani kollégákat, hogy miért vágják le az ő vendégeit, és állítása szerint ezt egy veréssel köszönték meg. Elszakadt a nadrágja, gyakorlatilag lehúzták róla a cipőjét. Zokniban és egy szál alsó nadrágba dobták ki az utcára. Állítása szerint onnan a szórakozó helyről még 2 utána mentek, az utcán ismét bántalmazták, ezek után rohant be a saját házába, magához vett az önvédelmi fegyverét, kiment a pisztolyjal a kezében az utcára, felszólította a támadóit, hogy ne közeledjenek hozzá, mert fegyvert fog használni, akik a felszólítás ellenére elindultak feléje, és akkor lőtt. A gyanúsított nem csak a saját panziójában, hanem a bárban is jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott. A bár személyzete azt állítja, hogy S. Attila provokatív magatartásával saját magát vetkőztette le, illetve vetkőzött le olyan címszóval, hogy bemutassa, hogy őt ebbe a szórakozó objektumba kirabolták. Ő ment ki nadrág nélkül, és a személyzet tagjai vitték utána ruháját. A másik fél állítása szerint nem történt bántalmazás, S. Attila mindenféle indok nélkül lőtt rá a 2 sértetre. Úgy lesz teljes a kép, ha nem ott dolgozó független emberek is el fogják mondani az eseményeket. Rendőrorvosi látleletünk van, én a saját szememmel láttam, hogy az állán van egy súlyos sérülés, és a térdén is látszott az, hogy bántalmazták. De hogy ez a sérülés hogyan, mi módon keletkezett, ennek a tisztázása is a dolgunk. A bíróság az emberüléssel vádolt gyanúsított házi őrizetét rendelte el. A házi őrizet intézményét 2000 március 1-jével vezette be a büntető törvénykönyv. Ez gyakorlatilag az előzetes letartóztatásnak az egyik alternatívája. Házi őrizetet általában akkor szokták elrendelni, hogyha a szökés elrejtőzés veszélye egészen csekély fokú. Ez lehet annak következménye, hogy a gyanúsítottnak mondjuk a családi körülményei olyanok, hogy nagy valószínűséggel nem fogja a házát vagy annak környékét elhagyni, illetőleg lehet magának az elkövetett vagy a gyanúban szereplő bűncselekménynek a tárgyi súlya olyan csekély fokú, hogy a bíróság megítélése szerint a házi őrizet intézménye is megfelelő az ennél lényegesen súlyosabb előzetes letartóztatással szemben. A rendőrök véleménye szerint a házi őrizet megnehezíti munkájukat, hiszen az őrizetben lévőt bárki meglátogathatja, így adott az összebeszélés lehetősége. Elfogták a moszkvatéri kéregető gyilkosát. Ki és miért öl meg egyetlen közelről leadott revolverlövéssel egy kéregetőt?
A megdöbbentő bűncselekmény 1998. március 19-én éjszaka történt a Moszkva téren. B.J. hidegvérű gyilkosa után a BRFK nagy erőkkel kezdte meg a nyomozást. Az eljárás az ismeretlen tettes kérjétének a megállapítása érdekében folytatták, ez azonban eredményre nem vezetett, így az eljárást megszüntették. A megszüntetést követően folyamatosan végezték a nyomozók az adatgyűjtést, tehát az, hogy egy eljárást megszüntetnek, ez nem jelenti azt, hogy az eljárás iratlanjaga ad acta megszüntetésre kerül. Ettől függetlenül folyamatosan végzik a nyomozati cselekményeket. Most sikerült olyan tanúkat felkutatniuk, akik a helyszínen jelen voltak, és ezekhez tudtak kötni olyan személyeket, akik elvileg köthetők a helyszínhez. Ezek az emberek felismerték ebben a személyben a gyanúsítottat. Megállapítást nyert, hogy a bűncselekmény elkövetésével egy 30 éves fiatalember alaposan gyanúsítható. Teljesen beismerő vallomást tett a vallomását is, és a bizonyítási kísérletet és videófelvételen rögzítjük. Ebből lesz később egy hivatalos másolat, ami egy írott anyag lesz, és a videófelvétel kerül rejátszásra a bíróságon is. Nagyon kommunikatív, együttműködik velünk. A cselekmény magyarázatára és spontán magyarázatot adott, ő igazán indítókot nem adott meg a kihallgatása során. Egy előzményről számolt be a kihallgatásán, ami azt jelentette, hogy a bűncselekmény elkövetése előtt 3 nappal megpróbált pénzt szerezni ettől az embertől. Ez nem sikerült neki, ezt azonban nem köti össze magával a bűncselekménnyel, tehát magával azzal, hogy megölte később ezt az embert. Rendkívül fontos az indíték tisztázása. Ha bebizonyosodik, hogy a tettes nyereségvágyból vagy aljas indokból ölt, büntetése sokkal súlyosabb lehet, mintha az emberölés alapesetében találják bűnösnek. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, bejelentéseiket a 346 0133-as telefonszám üzenetrögzítőjén, illetve a mediaflash@mail.datanet.hu e-mail címre várjuk. Január 10-én 15 óra 30-kor a 11. kerület Budafoki úti dohány nagykereskedésben két férfi fegyvernek látszó tárgyal földre kényszerített két nő és egy férfi alkalmazottat. Majd a páncélszekrényből eltulajdonított körülbelül 9 millió forinttal információink szerint egy piros Skoda személygépkocsival távoztak. Ma hajnali 2 óra 46 perckor riasztották a tűzoltóságot a 18. kerület Nefelejts utca 2 szám alatti hőerőmű üzemcsarnokához. Az 50 méter szer 30 méteres épületben az elektromos kábel alagút égett 25 méter hosszan. 10 járművel, 30 tűzoltóval 35 perc alatt megfékezték a lángokat. 27 ezer lakás maradt fűtés nélkül. 18. kerület Petőfi Sándor utca, Szélmalom utca sarkán ütközött egy Suzuki és egy Renault típusú személygépkocsi. A Suzuki vezetője könnyebb sérülést szenvedett, a mentők a koltai kórházba szállították. 17. kerület Bélatelepi utcában ütközött egy BKV autóbusz Opel személyautóval. Az Opel vezetője és utasa súlyos, életveszélyes sérülést szenvedtek. A tűzoltók hidraulikus vágó feszítő segítségével szabadították ki. A mentők az Országos Baleseti és Traumatológiai Intézetbe szállították. Több mint másfél éve van letartóztatásban az a testvérpár, akik a Bólyai Katonai Főiskola ellen hajtottak végre támadást. A hajnali rajtaütés során a kapugyeletest egy törrel életveszélyesen megsebesítették, de céljukat, hogy fegyverekhez jussanak, nem érték el. A társa segítségére siető másik tiszt ugyanis használta szolgálati fegyverét. Végülis mind a két támadó megadta magát. Arról nem volt tudomásom, hogy eltaláltuk, tehát semmi jelét nem adta annak, hogy eltaláltuk. Ők kiszóltak, hogy megadják magukat, akkor utasítottam őket, hogy jöjjenek ki a szolgálati helyiségből, feküdjenek le a földre, a tenyerüket ég felé, tehát tegyék szét a lábukat, kezüket, feküdjenek le. Ők ennek eleget tettek, akkor még a fegyvert mindig rájuk fogtam. A sebesült társam még biztosította továbbra is ezt az intézkedést. A rendőrség ekkor hatolt be, tehát amikor én kijöttem a fedezékemből, abból az ajtóból, ahol mi tüzelőállást foglaltunk, a rendőrség ekkor hatolt be az épületbe, és ők bilincselték meg a két támadót. A per folytatódik. A bíróság várhatóan január végén hoz ítéletet. A testvérpár akár 20 évet is kaphat, amiért rablásokra készülve fegyvert próbáltak zsákmányolni egykori iskolájukban.
Az új év első napja a lehető legrosszabban indult annak a férfinek a számára, akit a 8. kerületben a Krúdi Gyula utcában a térfigyelő rendszer kameráinak keresztüzében késeltek meg fényes nappal. Január 1-én 10:30-kor a 8. rendőrkapitányság térfigyelő rendszerében szolgáltat ellátó kollégámnak feltűnt az, hogy a 8. kerület Krúdi Gyula utca és Horánszky utca sarkán egy csoportosulás van. A személyek elég erőszakosan léptek fel, láthatóan vitatkoztak, elkezdtek dulakodni, majd szemlátomás kések kerültek elő. Az áldozat pedig egy gépkocsit vezető személy volt, aki egy közlekedési szituáció miatt megállt. Ez feltűnt a mögötte lévő személyeknek, és ebből szóváltás keletkezett. Információink szerint az áldozat túl lassan vezette autóját, amely felbőszítette a mögötte haladó járműben ülő három férfit. Megállás után szó-szót követett, majd az egyik elkövető kést rántott. Az alig egy perc alatt a helyszínre érkező rendőröknek két tettes sikerült nyakon csípniük, harmadik társuk azonban elmenekült. Az eljárást a Budapesti Rendőrfőkapitányság vizsgálati főosztálya folytatja, így meg az elkövetőkről nyilatkozni nem tudok. Az három vélt elkövetőből kettő személyt a helyszínen a kollégám elfogtak. Több mint egy éve működik a 8. rendőrkapitányság területén ez a térfigyelő rendszer. Nagyon hasznos a munkánkban, jelentősen megkönnyíti a munkánkat, hisz az egész területet, ahol ezek a kamerák el vannak helyezve, figyelemmel tudjuk kísérni. Az elfogott két fiatalembert azóta sokak megdöbbenésére kiengedték, majd házi őrizetbe helyezték a hatóságok. Ezzel kapcsolatban megkerestük a BRFK illetékes osztályát, ahol azonban nem kívánták kommentálni a történteket. A méhészkedő tábornok. Már az ükapja is rendőr volt, így hát nem meglepő, hogy 17 évesen a rendőri pályát választotta. 1996-ban 41 évesen tábornokká léptették elő. Dr. Ignác István dandártábornok, Pest megyei rendőrfőkapitány kollégái között tudhatja két felnőtt fiát is. Én szerettem volna, hogyha nem rendőri pályát választ egyik és a másik gyermekem. Én szerettem volna, hogyha a polgári élet valamely szeletét próbálják megcélozni, de valahogy ez a család úgy nevelkedett, mint hogy én is nevelkedtem, hisz apám is rendőr volt, és ismereteim szerint még az ők nagyapám is valahol a rendőr világban dolgozott. Tehát egyfajta dinasztia, és ezt látták, ezt tapasztalták, így éltek, és ők is így akarnak élni ezek szerint, mint hogy én. Én velem nagyon keveset foglalkoztak, hisz 14 éves koromban elkerültem szülőfalomból Rásony-Sáp-Berencsről kollégiumba, és önálló életet kezdtem élni. Csak havonta egyszer találkoztam a szüleimmel. Magamnak mostam és magamnak vasaltam. Persze támogattak minden területen a szülők a maguk módján. Én sokkal többet foglalkozok a gyerekeimmel, és ez baj. Amikor hazamegyek, azért sokszor megmondom, hogy mit, hogyan, így kellene csinálni. Azért kivetkőzni az ember ebből igazából nem tud. Nem biztos, hogy kellene ennyire a gyerekeimmel foglalkozni, 22 éves az egyik, a másik az 20 éves, és mondom a feleségemnek sokszor, hogy hagyjuk egy picit önállóságra nevelni őket, de ezt egyszer a belügyminiszter úr is mondta nekem, hogy hagyja őket egy picit a maguk útján menni, eléggé felnőttek és eléggé komoly gondolkodásúak. Én többet foglalkozok velük, mint velem foglalkoztak akkor valamikor. Én azt vallom, hogy egy rendőri vezető, legyen az bármilyen szintű, találja meg az irányítási sávot, és ő tudjon irányítani megfelelőképp úgy, hogy a leghatékonyabb legyen. Adjuk meg a lehetőséget a decentralizált rendőri szerveknek a hatékony munkához, ehhez pedig nekünk a feltételeket kell biztosítani. Az irányítás eszközét meg kell találni, és én úgy gondolom, hogy ez egyre inkább jobban működik. Tehát én is azt szeretném Pest megyébe, hogy a rendőrség decentralizáltan működjön. Önálló gondolkodásra kell késztetni az igazgatókat, és önálló gondolkodásra kell késztetni a helyi szerveket, a kapitányokat, mi több a főhadnagyot és az őrmestert is. A feleségem territóriumába én nem avatkozok bele, ő a háztartásnak a vezetője, és a családot ő tartja össze. És én elfogadom azt, amit egyébként a feleségem mond, de hát legtöbbször, amikor hazamegyek, akkor őt kellene megkérdezni, a megmondható, de sokszor mondja, hogy fél óra belül aludni szoktam. Elég sokat utaztam egyébként külföldre is, adódott ez korábbi beosztásomból, Interpol konferenciákra jártam, az Egyesült Államokban többször jártam, különböző tanfolyamokat végeztem, és az igazság az, hogy ilyenkor a feleségem segít. Sokszor volt olyan utam, amikor előző nap estem be a lakásba, estem be a bőrömbe, arra
nagyon figyeltem, hogy a személyes okmányaimat azt én kezeljem, és rendben legyen, viszont a külföldi utazáshoz szükséges feltételeket ténylegesen valóban a feleségem készítette elő, és pakolta is be, de megtaláltam mindent a bőrönbe. Én imádok gépkocsit vezetni, van egy notaszom, amelyik nagyon sűrűn betellik, és most kaptam a kollégáimtól egy olyan noteszt, hogy ha este megyek haza, akkor fel is tudjam kapcsolni, és este is tudjak jegyzetelni. Szabályosan szeretek közlekedni, és erre intem a gépkocsi vezetőmet is, hogy nagyon szabályosan közlekedjünk azért, mert a gépkocsimat ismerik, azért, mert engem is ismernek, és személyes példát is kell mutatni az utakon. Nekem nagyon hasznos az, hogyha a gyakorlati munkám során egy picit és néha az elmélet irányába fordulok és mozdulok. Ezt tettem az elmúlt 2-3 évben. Amikor fölmentettek, akkor engem fölkértek a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Karán oktatói feladatok ellátására, kriminalisztikát oktatok ott. Ez nagyon hasznos volt számomra. Nagyon hasznos volt azért, mert fölelevenítette a korábban tanultakat. Összetudom vetni az elméletben tanítottakat a gyakorlati megvalósulással. Tudom alkalmazni a most szerzett tudományos ismeretekből azokat, amit a gyakorlati életben hasznosítani lehet. Szeretem a természetet. Amikor van lehetőségem, kimegyek a kiskertembe, van egy pár négyzetméteres kiskertem, szinte minden egyes gyümölcsfa megtalálható benne. Biokertészettel foglalkozunk. Szeretem megtermelni, megtermeszteni magunknak azt a fajta zöldséget és gyümölcsöt, amit egyébként a piacon meg lehetne venni, de én tudom nagyon jól, hogy ezek azért kellőképpen permetezettek és kellőképpen kemizáltak. Innentől kezdve én inkább egyek kukacos gyümölcsöt, vagy féreg rágt a zöldséget, de mi nem permetezünk soha. Én kimondottan az egészséges életmódnak vagyok a híve. A kedvenc ételem közé persze a pörköltek tartoznak. Na most ez a pörkölt azért lesz jó szaftos, és természetesen dús étel, de én szeretem a magyaros ételeket. Imádom a halászlevet, amit persze készítek is saját magam. A halászlevet a családban mindig én készítem. Valamikor volt egy bernáthegyi kutyám is, egy hatalmas nagy bernáthegyi kutya, amihez vettem egy rottweilert azért, hogy el ne lopják szegénykét. Komoly lelki világa volt ennek a kutyának, és egy kullancs csípésbe elhullott. Nagyon sajnáltam, amikor elpusztult ez a kutya. Ma egyetlen egy kutyám van egyébként, egy rottweiler kutya, amelyik őzze a méhelyemet, mert valamikor bűnügyi főigazgatóként ellopták a méhelyemet a telkemről. Nem lettek meg a tettesek, de magánnyomozásba is kezdtem, és a kereteket az egyik méhésznél megtaláltam. Annál nagyobb élmény nincs, amikor az ember belenyúl egy kaptárba, kiemel egy keretet, és annak a nemzetségét tanulmányozza, a családot tanulmányozza, és a legszervezettebben működő az élőlények között család a mi, és nagyon komoly együtt gondolkodásról és együtt munkálkodásról tesznek tanúbizonyságot a méhek. Az egyik nyáron olyan meleg volt, hogy a méhek kiültek a kaptár elejére, és nem tudtam ellenállni, hogy ne fényképeztessem le kedves feleségemmel magam. A méhek egymásnak nem adják át az információt, hogy mely területről, mely virágmezőről lehet gyűjteni, melyik irányba kell mozdulni, hisz ezek az információkat átadják egymásnak különböző pörgések és különböző mozgások formájába, akkor ezt a méhet kiközösítik. Tehát ez azt jelenti, hogy át kell adni az információt, egymással meg kell beszélni, és ilyenkor az jut eszembe, amit valamikor Hollandiában tapasztaltam, hogy közösen együtt erősebbek és jobbak vagyunk. Sajnos annyi időm nincs, hogy komolyan elmerüljek benne, mert soha nem fordult elő, hogy el tudjak vonulni, félre tudjak vonulni a méheimmel egy erdőbe, egy akácerdőbe, és 2 hetet el tudjak ott tölteni, de én reménykedem, hogy nem lesznek olyan sűrű váltások az életemben, és egyszer csak el tudok majd vonulni a méheimmel, ha más nem, akkor nyugdíjas koromban. Kórházból lopott a biztonsági őr. Mit lehetne ellopni innen, törte a fejét 2 biztonsági őr a Salgótarjáni kórházban, és végül a számítógépek mellett döntöttek. Az alkalomtól vagy szült, és egy csendes hétvégén az őrzővédő cég emberei többször fordulva kiürítették a kórház 9. emeletének irodáit. Mindjárt a bejelentést követően a forrónyomos csoport a helyszínre érkezett, ott elvégezték az elsődleges adatgyűjtéseket, szemléket, mely során már megállapítható volt, hogy a lopást azt csak belső dolgozó követhette el, ugyanis semmi jel nem mutatott arra, hogy itt erőszakos behatolás lett volna, tehát az ajtók zárva voltak, melyet a meghallgatott biztonsági őrök tanúvallomásai is alátámasztott, akik elmondták, hogy ők többször is ellenőrizték a 9. szintet, ahol a folyosó ajtót mindig zárva találták.
Az eltulajdonított tárgyak között három számítógép, egy nyomtató, egy szünetmentes tápegység, valamint egy darab kávéfőző szerepelt. Ezt követően hosszú adatgyűjtésbe kezdtünk, mely során idén január 5-ére annyi adat birtokába kerültünk, hogy két személyt gyanúsítottként tudtunk kihallgatni a lopással kapcsolatban, akik először a bűncselekmény elkövetését tagadták, éppen ezért egy bűnügyi őrizetbevételük került sor, mivel feltételezhető volt, hogy a lopásban nem csak ők ketten, hanem több társuk is részt vehetett. Ezt követően az egyik őrizetbe vett személy a vasárnapi lapon őszinte beismerő vallomást tett, amelyben még további három társát nevezte meg a bűncselekmény elkövetőjeként, illetve azt is elmondta, hogy a vele együtt őrizetbe vett fiatalember, ő konkrétan nem vett részt a lopásban, hanem miután erről tudomást szerzett, akkor megzsarolta őt azzal, hogy amennyiben nem fizet neki 400 ezer forintot, akkor feljelenti őket a rendőrségen. Ő ezt nem tudta teljesíteni, ezért felajánlotta, hogy cserébe odaadja 220 ezer forintot érő autóját, amit ez a személlyel is fogadott. Hiába, mert már túl sokan tudtak a buliról, és hamarosan a zsaruk fülébe is eljutottak az információk. A társak közül, az általa megnevezett három személy közül kettő szintén biztonsági őr, illetve egy külső személy, akik tulajdonképpen az értékesítésben vettek részt az eltulajdonított tárgyak eladásában. Az őrzővédő cég már megvált Tolvajá előlépett embereitől, és felajánlotta, kártalanítja a kórházat. Ennek ellenére a kórház vezetése még nem döntött, továbbra is szerződésben marad-e a biztonsági céggel. Az ügy vizsgálata addig is folytatódik, a gyanúsítottak vallomásaiban ugyanis még nincs meg az összhang. Közülük az egyik személy tagad, a külső személy, aki nem biztonsági őr, a másik két megnevezett biztonsági őrök pedig beismerésben vannak. A budapesti rendőrfőkapitányság büntető eljárást folytat a 43 éves Horváth György és az 58 éves dr. Tóth Zoltán ügyvéd ellen. A feljelentés és a nyomozás adatai szerint Horváth György irányítása mellett dr. Tóth Zoltán ügyvéd egy hamis adásvételi szerződést szerkesztett, amely szerint egy Hollán Ernő utcai lakást a külföldi állampolgárságú tulajdonosai eladtak Horváth bűntársának, aki a lakást 4 nap múlva 15 millió forintért értékesítette. Dr. Tóth Zoltán ügyvéd, Horváth György és az eddig még ismeretlen segítői a cselekményükkel 22,4 millió forint kárt okoztak. Az eljárás megindulása után Tóth Zoltán és Horváth György ismeretlen helyen rejtőztek el, és mivel felkutatásuk céljából bevezetett intézkedések ezidáig nem vezettek eredményre, kéri a rendőrség a lakosság segítségét. Kérik, hogy a bemutatott személyek tartózkodási helyéről, aki bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzék a 350 35 19-es telefonszámon, vagy a 107-es segélyhívón. 2000. november 24-én 14 óra körül Szekszárdon, a Mátyás Király utcában feltörtek egy Opel Astra típusú személygépkocsit, amiből ellopták a tulajdonos táskáját a benne lévő tárgyakkal mintegy 70 ezer forint értékben. Az eltulajdonított bankkártyával a képen látható személy november 24-én 14 óra 26 perckor Szekszárdon 40 ezer forintot vett fel, melyet a biztonsági kamera rögzített. Kérjük azon személyek jelentkezését, akik a képen látható tettest felismerik, jelentkezzenek a Tolna megyei rendőrfőkapitányságon a 06 80 200 178-as zöld számon, vagy a 107-es segélyhívón. Ismeretlen tettes 2000. december 30-án, éjszaka 2 óra 26 perckor a budapesti Kerepesi úti Kasztról benzinkútnál egy fegyvernek látszó tárgyal megfenyegette az alkalmazottat, majd 300 ezer forint készpénzt tulajdonított el. A képen látható támadó, akinek PA típusú fegyver van a kezében, 40 év körüli, 175 cm magas, zömök, erős testalkatú. Elkövetésekor a fején fekete kötött sapkát, sötét színű, orkánanyagú hosszú kabátot, fekete kesztyűt viselt. Kérjük azok jelentkezését, akik a képen látható szemét felismerik, jelentkezzenek a 443 5000-es telefonszám 32 359-es mellékén, vagy hívják a 107-es segélyhívót. Adásunkkal kapcsolatos észrevételeiket, bejelentéseiket a 346 0133-as telefonszám üzenetrögzítőjén, illetve a mediaflash@mail.datanet.hu e-mail címre várjuk.
November 2-a és 4-e közötti időben ismeretlen tettes vagy tettesek vaspánt fűrészelés és törés módszerével behatoltak egy verőcei családi házba, ahonnan különböző nagyértékű olajfestményeket és régiségeket tulajdonítottak el közel 6 millió forint értékben. Az eltulajdonított tárgyakról. Egy darab Mária Terézia korabeli eredeti tabernákulum kétrészes fiókos íróasztal, alsó részében három fiókkal, felső része lehajtható, asztallap felett nyitható szekrény van, mindkét oldalán 4-4 fiók található. Mérete 130 cm széles, 160 cm magas, bemélyedése 80 cm, intarzia mintás a bútor. Egy darab Mária Terézia korabeli ívelt elejű, egyajtós, intarzia mintás óraállvány, körülbelül 150 cm magasságú, 50 cm széles, bemélyedése 25-30 cm. Egy darab vászonra festett női melképet ábrázoló 19. századi olajfestmény aranyozott fakeretben. Girgl Györgyi Alajos festőműve, méretei 83x61 cm. Egy darab női melképet ábrázoló vászonra festett szintén 19. századi olajfestmény aranyozott fakeretben. Girgl Györgyi Alajos festőműve, a kép bal oldalán Girgl 858 szignóval, mérete 72x58 cm-es. Egy darab Bűnbánó Madonna című fadeszkára festett 16. századi olajfestmény aranyozott fakeretben. Ismeretlen festőműve, mérete 70x90 cm. Egy darab tengerparti részletet ábrázoló 19. századi olajfestmény aranyozott fakeretben. Henrik Girgl festőműve, mérete 26 cm x 30 cm-es. Egy darab fakeretben lévő vízfestmény eredete a 20. század közepére tehető, szintén Henrik Girgl festőműve, mérete 20x30 cm-es. Egy darab 62x50 cm-es aranyozott fakeretet is eltulajdonítottak. Továbbá egy Luttól alíró férfi portréját ábrázoló 19. századi olajfestményt is eltulajdonítottak, 35x50 cm-es méretű a kép, sötét hangulatú, gyertyafénnyel író, flamand csapkás férfit ábrázol. A Váci rendőrkapitányság bűnügyi osztálya kéri, hogy aki a felsorolt, illetve bemutatott tárgyakkal kapcsolatban bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen, vagy a 27-es körzet 314 022-es, vagy a 107-es telefonszámon. Lakásmafia harmadik rész. Rendszeres nézőink bizonyára emlékeznek az előző műsorunkban bemutatott egyik körözésünkre. A 13. kerületi rendőrkapitányság eljárást folytat Kovács Attila, 33 éves és 38 éves Ajtai Anna budapesti lakosok ellen. 2000. december 10-én a két gyanúsított egy Budapest, 13. kerület Leher úti lakásban a sértettet fogva tartotta és durván bántalmazta. Így kényszerítve arra, hogy ügyvéd előtt írja alá újpesti öröklakásának eladásáról szóló szerződését. A bűnöző páros által foggyulejtett és lakásától megfosztott férfi azóta munkahelyének, az egyik budapesti főiskolának pincéjében egy matracon alszik és jószerével él is. A férfi ügyvédje szerint, ha a védencének 5 nap után nem sikerül megszöknie, elrablói valószínűleg végeztek volna vele. Az egyébként teljesen normális életvitelű ügyfelemet az utcán leszólították ismeretlen személyek különböző ürügyekkel, majd miután megtudták tőle, hogy egyedül lakik, gyakorlatilag hozzátartozója nincs. A lakására felmentek, onnan egy ürüggyel elcsalták, és ezt követően egy olyan lakásba vitték el, onnan már ki nem engedték, és nagyon súlyosan fizikailag bántalmazták és fenyegették is, annak érdekében, hogy a lakását adja el. Azért nagyon fontos az én véleményem szerint, és azt hiszem az ügyvédi praxisban is ez az ügy, mert itt már nem arról van szó, hogy leülünk szerződni, és ott az egyik fél megpróbálja kijátszani, vagy becsapni, vagy megtéveszteni egy-két körülmény vonatkozásában a másik felet. Amit egyébként nagyon nehéz később bizonyítani, mert kifejezetten az utcán megszólított embert fizikai erőszakkal, méghozzá súlyos fizikai erőszakkal kényszerítik arra, és elveszik tőle a lakását. Egykori ingatlanát a tettesek azóta eladták, melyet ő Peres úton szeretne visszakapni. Stábunk kamera elé kívánta állítani a lakásmafia újabb áldozatát, ám ő az előzetes egyeztetés ellenére végül mégis lemondta a szereplést. Sajnos nagyon megviselte az ügyfelemet ez a
ez az atrocitás, nyugodtan mondhatom, ami őt érte, ez a fizikai és lelki terror, amiben neki része volt, úgyhogy azért is nyilatkozom én helyette, mert még tegnap is úgy nyilatkozott, hogy személyesen is szívesen nyilatkozna, de egyszerűen annyira fél és retteg azóta is, hogy a nyilatkozatot sem merte, egyszerűen nem merte annyira félbevállalni. Az én feladatom pedig pontosan az lenne, hogy egy polgári per útján a lakást próbáljam visszaszerezni. A jelen pillanatban a lakását sem tudja használni, hiszen az papíron már más ember tulajdona. Az ügyfelem jelen pillanatban ismerősöknek és különböző barátainak a segítségével hol itt, hol ott alszik, minden ingósága, irata a lakásban maradt, tehát gyakorlatilag földön futóvá vált sajnos. A nyomozás jelenlegi állásával kapcsolatban megkerestük a 13. kerületi rendőrkapitányságot, ahol egyéb okokra hivatkozva nem adhattak, illetve a BRFK-t, ahol azóta sem adtak választ kérdéseinkre. Az elkövetőket továbbra is keresi a rendőrség. Ezt írja a Zsaru. Sírre került bébi. Felső-ausztriai Stolenau városában a sineken találtak egy babakocsiban békésen alvó kisfiút. Nem hiányzott senkinek. Pokolhegyi ütközet. Az alapítvány elnökének autóját feltörték, és ezért seregével csatába indult az elkövetők ellen. Végül az ORFK bevetési egységet tett rendet. Drognagyker a pincében. A 19. kerületi lakótelep egyik pincéjében falba épített széfben tárolta a kábítószert, amfetamint, hasist, marihuánát. Egy ezredes, akit kitörnének, engem csak késsel lehetne megsérteni. Ezért nem bánt a gondolat, hogy a Tarnamérai Rendőrmúzeum részére megörökítenének, vallott a V. Fodor Endre, tartalékos ezredes. Ezt írja a Mai Nap. Robbantás Dunakeszin. Két gyúlékony anyaggal töltött palackot dobtak egy dunakeszi ház kertjébe. APEC ellenőrök rohama a gyermekrák alapítvány ellen. Az adóhivatal 102 millió forintot követel az alapítványtól, valamint további 130 millió forint átutalását tartja vissza. Él és virul az orosz maffia hazánkban. Budapesten kiterjedt az egyik volt szovjet tagállamból származó szervezet bűnözői körszékel. Verekedésnek indult, rablás lett belőle. Nagyon váratlanul jött ez a dolog, nem úgy indultam meg ebbe az egész dologba, tehát ez egy sima affér lett volna, így alakult el. Kapitányságunk csoportosan elkövetett a rablásbüntet alapos gyanúja miatt folytat büntető eljárást O.S., R.J. és fiatalkorú társuk Cs. Sándor ellen. Nevezett személyek 2000. december 30-án Tápjószentmárton községében diszkójában szórakoztak, amikor is felfigyeltek a sértett F.Z. Bényei lakosra, aki egy baráti társasággal érkezett a szórakozóhelyre. A gyanúsítottak a sértettet a diszkóból kikísérték, a közelben tettleg bántalmazták, melyet látott távolról a sértett két barátja, akik a segítségére siettek. A három elkövető ezt követően őket is bántalmazta, majd az értékeiket elvette, és közben megfenyegette őket, hogy senkinek ne szóljanak a történtekről. Mert cigányozott. Mondta, büdött cigány, még ilyen amúgy. És a szilviszer még agyonverte a csávót. A fiatalkorú sértettek a verekedés kiváltó okáról, az ügyről nem kívántak nyilatkozni. Oda jött nekem, bizonyos mutatványokat csinált, volt bennem is, benne is volt a sértetben is, és akkor kimentem utána, és úgy voltam vele, hogyha ott bent ilyen menő volt, akkor legyen ott kint is. Összeverekedtünk, kijött meg vele a két barátja is, és akkor így lett ebből a kifosztás, hogy őket is befenyítettem. Karácsony előtt fölöltözködtem, és elszakadt verekedés közben a pulóverem tizenvalány, és ezáltal kértem a telefont a káromnak a megtérülésével. Csörgött nála, csörgött. És mondta neki a szilviszer, mondta, milyen telefonod van. És a gyerek mondta, hogy nincs neki telefonja. Azt elvette tőle. A társam az megcsinálta azt, hogy végül is pszichikai rablást csinált ő. Nála szerintem meg fog állni azért, mert hát ő mert ezzel foglalkozik, idáig megy ennek az image. Hárman voltunk, és a szilviszer még nagyon verte a csávót. A Sanyika még melberúgta a csávót el. Nem csináltam semmit ott. Csak ott álltam. Én elgyűjtem onnan, mert olyan 3-4 mindenre voltam ott nála. A fiataloktól elvett ezüst lánc, illetve karóra,
a házkutatás során R. Józseftől került elő. Nem mondja nekem senki egy rablásba, nagyon könnyen bele lehet csúszni. Olyan könnyen bele lehet csúszni egy rablás, hogy szinte az emberke észre sem veszi, hogy maga rablást csinált. De ezt ebben nagyon könnyen, ezzel nagyon vigyázom mindenki, nagyon könnyen bele lehet csúszni egy rabiba. Önök a Bűntény, a Mediaflash bűnügyi magazinját látták. Média partnereink a Zsaru magazin és a Mai Nap. Műsorunkat támogatta a Polisz Magyar Közbiztonsági Alapítvány.